2022. március 04, 19 óra 59 perc, írta Necridus. Sajnos novemberben elmaradt a fél évad zárós kritika, amit kicsit bánok, ugyanis a szezon első feléről kifejezetten pozitív véleménnyel voltam és egy kevésbé csalódott kritikával tudtam volna érkezni. Mondjuk ez még mindig nem a kasza szintje, a Batwoman-t még mindig tudom élvezni és még így is előrébb sorolom, mint a veteránt Heflasté. Ennek több oka is van, a Batwoman igaz, még csak 3 szezont élt meg, de folyamatosan megújítja önmagát, és eközben a saját képességeihez igazodik, nem akarja azokat túlszárnyalni. A Supergirl és a Teflas is ott bukott el, hogy önmaga felvizezett, repetitív, túldrámázott verziójává vált, miközben a látvány is évről évre silányabb lett. A Batwoman azonban nem akarja megváltani a világot látványos elemekkel, a történetvezetése is relatíve egyszerű, mégis működik. Sőt, olyan események történnek, amik emlékezetesebbek is maradnak, mint például a Supergirl utolsó 3 vagy 4 évadja. Folytassuk a tovább mögött immáron spoileresen. Az évadnyitónál éppen csak belekóstoltunk abba, hogy milyen is, amikor Batman legnagyobb ellenségeinek új generációja születik. Az évad első fele nagyjából erről is szólt, hiszen a Mad Hatter után megjelent a kicseszett jól kinéző Crotz, de a Gothamben is pazarul megjelenített professzor PYG-gel sem tudtam betelni. Miközben heti gonoszokként feltűntek ezen karakterek, addig szépen kezdett kibontakozni az évad második felének 2 nagy főgonoszának története, egyre több infót kaptunk Poison Ivy-ról és Ryan rokonainak megjelenése is egyre feszültebb helyzetet kavart, ahonnan az új Joker érkezett. Jár a pacsi, amiért elkezdték ezt a 3 szálat gyakorlatilag egyszerre vezetni és lényegében csak az egyik elvarrásánál felerősítettek egy másikat, sikerült abszolút természetesen folytatni, nem érződött az a hatalmas szakadék a történetben, ami szokott egy-egy nagyobb blokk lezárása és egy újabb megkezdése köztországos sorozatokban. Tudjátok, arról beszélek, amikor pár hónap után visszatér a sorozat és hirtelen megjelenik 6 új probléma és 4 tök új, de a főszereplők életében fontos szerepet betöltő ember a városban. Poison Ivy-ról ugyan már az évad elején lehetett értesülni, de az meglepetésként érhetett minket, hogy őt meg fogja előzni Poison Mary, aki simán csatlakozhat Frosthoz a legjobb társból gonoszszá vált karakterek csapatába. Azt eléggé hirtelennek éreztem ugyan, hogy Mary ennyire kiborult, amiért senki nem foglalkozik vele, de ahogy Nicole Kahn elhozta ezt az új oldalát a karakternek, az veszett jó volt. Nem csak Mary kapott végre érdekes történetet, hanem az őt alakító színésznő is 110%-os teljesítménnyel hozta el a felszabadult, vadóc oldalát. Alice-té mellé rakni pedig egyértelműen jó döntés volt, mert kettejük dinamikája simán vitte a részeket. Féltem, hogy Alice-szel már nem nagyon fognak tudni mit kezdeni, de ebben az évadban is sikerült jól mozgatni, ahogy először Bebe segített a csapatnak, majd Poison Mary-té manipulálta, végül ismét magára utalva próbált kitörni az akkori helyzetéből. Kár, hogy ez a felállás gyorsan megváltozott és Mary visszatért régi énjéhez, Pamela, az első Poison Ivy pedig alig szerepelt 3 epizódban. Örülök, hogy nem hagyták ellaposodni az adott szálakat és a 13 epizódos évad is jót tett a sorozatnak, de azért bánom, hogy már is el kellett búcsúznunk ezektől a karakterektől. Ivy távozása után a Jack család került előtérbe, ahol csak időkérdése volt, hogy mikor tudja meg Ryan anyja és testvére, hogy ő Batwoman, de ami izgalmasabb, hogy öccséből lett az Arrowverse legújabb jokere, ami azért valljuk be, nagy szám, ugyanis még a Gotham is évekig vacillált, képernyőre hozza-e, vagy csak egy nagyon hasonló figurát építsen fel. A történet mellett azonban ki kell térnem más fontos elemeire az évadnak, amik viszont már kevésbé működtek, ezek a karakterek kapcsolatai és a főhős. Míg az évad elején belebegtették Mary és Luke közt az esetleges románcot, szerencsére elvetették, legalábbis hanyagolták, viszont Sophie és Ryan kapcsolatában magasabb fokozatra kapcsoltunk, sőt, az évad végére hivatalosan is összejöttek.
Ezzel nem csak az a baj, hogy kényszerítetten hatott, hanem az, hogy Sophie végig úgy adta elő, hogy mennyire oda volt mindig is Ryanért, hogy elfelejtette, hogy pár hónapja ugyanezt még Kate-tel kapcsolatban mondta, Riant pedig kifejezetten utálta, ezzel az egész kapcsolat számomra hiteltelen alapokra épült. Ellentmondásos, de még így is egy sokkal szerethetőbb figurává vált Sophie, most, hogy végre nem Jacob Kane elit alakulatának tagja és ténylegesen a BAT csapat részese. Miközben ő kedvelhetőbbé vált, úgy lett Ryan nagyobb csalódás az évadban, pontosabban az, ahogy kezelték. Megkapta az elején az üzleti háború szálát, de mintha féltek volna tényleg a kezébe adni, ahogy az édesanyjával küzd a Wayne vállalatért. Pedig mennyire jó lett volna az üzleti életben is látni az egykor utcán élő Riant, ahogy bukdácsol, de próbál helyt állni. De a csapatban betöltött szerepe is keserédes szájízt adott. Igaz, terepen ügyes, és az is szimpatikus, hogy egyenrangú csapattagnak tekint mindenkit, ugyanakkor pont ez az, ami a Bad Team legnagyobb hibája, szervezetlenség. Konkrétan mindenki kedvére ügyetlenkedik, nincs semmi szervezés, hierarchia, íratlan szabályzat, ami alapján össze tudnának dolgozni. Ebben persze az van, hogy Ryan sosem volt vezetőalkat, de még Mary és Luke sem, Sophie pedig a legújabb tag, így nyilván nem ő lesz az, aki kiosztja majd az utasításokat mindenkinek, pedig még ő a legképzettebb erre, az pedig cseppet sem lenne zavaró, hogy nem a címszereplő a kapitány, viszont a csapadinamika megreformálására nagy szükség lenne. Az már csak ráadás, hogy olyankor olyan király jeleneteket lehetne hozni, mint amikor Oliver vagy Sarah kiosztja a feladatokat. Reméltem, hogy a következő szezon fináléjában már ide sorolhatom Alice-té is, mint csapattagot amolyan antihősként, de egyfelől a berendelés még várat magára, másfelől úgy tűnik, el kellett búcsúznunk a sorozat legjobbjától, ugyanis Alice végre többek szemében megváltást nyert és ráeszmélt, hogy változni akar, ezért Bethként saját útjára kelt. Jeték viszont nem úgy tűnik, hogy távoznak, így ki tudja, hogyan folytatják velük a történetet, főleg úgy, hogy Ryan édesapjáról még semmit sem tudunk. Én viszont lehet, hogy ha valaki felnyitja a szemem, már realizálom, ki is jelent meg az utolsó jelenetben, azonban átlagnézőként csak annyit láttunk, hogy a Joker általi bombarobbanás után egy meglehetősen ijesztő alak gyilkolni kezdett. Lehet, hogy Salomon Grundy. Vagy Blight a Batman Beyond animációs sorozatból. Sajnálnám, ha Alice-től tényleg el kéne köszönnünk és Poison Mary teljes mértékben felszívódna, de kíváncsi vagyok a folytatásra, még akkor is, amikor a denevér léghajó elég nevetséges, a rázós kütyű eléggé erőltetett volt és az évadzáró is egy kicsit túl ritmustalanra sikeredett. Remélem, nem ez lesz az utolsó Batwoman kritikám.